Tisztelettel köszöntöm nézőinket, Összhang című műsorunkat látják. Dr. Bajkai István, országgyűlési képviselő, a Törvényalkotási Bizottság első alelnöke a vendégem. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm Önöket. Frissen érkezett ma új hírekkel a parlamentből. Ez a műsor, amit először látnak a nézők, nem az Összhang helyén megy, hanem egy másik műsorunk idején, nem véletlen, első nap, első kézből szeretnénk Önöket informálni a hírekről. Azt hiszem, ma nagyon nagy dolog történt, hiszen a parlamentben sikerült elfogadtatni a koronavírus elleni hatékony védekezésről szóló törvényt, amely nagyon sokrétű és nagyon sokak számára egy nagyon markáns változást jelent az életében. Miért volt annyira fontos, hogy végre elsikerüljön ezt fogadtatni a parlamentben? Ugye egy szörnyű ellenséggel állunk szembe, ebből a láthatatlan, mégis rendkívül agresszívan terjedő és sajnos sok ember életébe kerülő vírussal nézünk most szembe. És azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ez a vírus nem kímél természetesen sem fiatalt, sem időset, nem kímél sem az egészségügyben dolgozót, sem a földeken dolgozót, és azt jelenti ennek a vírusnak a szörnyű terjedése és növekedése, hogy azt sem tudjuk, hogy a parlament meddig tud adott esetben határozatképes lenni, és egyáltalán meddig tudunk ülésezni, hisz mi egymást is képesek vagyunk ott a parlamentben megfertőzni. Úgyhogy ebben a rendkívül nehéz időszakban döntöttünk úgy, most kétharmados törvény, bizonyos rendelkezéseit kétharmadokkal kellett elfogadni, bizonyos rendelkezéseit egyszerű többséggel, de ez egy kétharmados törvény alapvetően. Most el tudtuk azt a döntést fogadtatni, elfogadtuk azt a döntést, hogy a kormány ennek a veszélyhelyzetnek a fennálltáig bármely törvénytől eltérjen, vagy törvényeket úgymond saját rendeletével módosítson, és egyéb intézkedéseket tegyen, hangsúlyozottan az emberek védelmében, a koronavírus elleni küzdelem hatékonyságának a növelése érdekében. Tehát a kormány most megkapta azt a felhatalmazást, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban, amikor nem tud a törvényhozás összeülni, sőt, amit az előbb is próbáltam jelezni, mi magunk is veszélyhelyzetben vagyunk, ugyanúgy, mint bárki más, ebben az időszakban is hatékony jogi eszközökkel rendelkezzen a vírussal szembeni harc lefolytatásában. Amikor arról beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy a parlamentben meddig tudnak ülésezni betegség okán elmaradó képviselők, akkor hogyan néz ki, nem ezt a kérdést gondoltam föltenni, de logikusan következik az, hogy tényleg nem lehet tudni, kinek milyen lesz az egészségi állapota egy hét múlva, két hét múlva. A kormány hány taggal szavazhat? Vagy hogyan néz ki ennek a törvénynek a gyakorlatba való beültetése, hiszen a kormány is tagokból áll, és azok közül is megbetegedhetnek? Hát nyilvánvalóan egy kormánytagot is veszélyeztetett természetesen egy ilyen veszélyes vírus, ugyanakkor a kormány tagjait, minisztert helyettesített, egy államtitkár, helyettes államtitkár adott esetben, hogyha egy szakmai megvitatásról van szó a kormányon belül. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy míg a kormány hatékonyan, gyorsan, azonnal tud intézkedni, egy parlament lassan, és adott esetben bizonyos bonyolult eljárási szabályok mentén tud csak törvényt alkotni, vagy módosítani, ehhez képest a kormány gyors és hatékony tud lenni, és adott esetben egy kormánytag átmeneti kiesése vagy betegség esetén megvan a helyettesítés rendje. Ez a törvényhozásban ebben a formában nem létezik. Végül is a kormány azért végrehajtó szerv, hogy végrehajtsa azt a feladatot, hogy a koronavírussal szembeni küzdelmet eredményesen lefolytassa. Most ez a legfontosabb feladata. Ezt a törvényt ma Áder János köztársasági elnök úr véglegesítette, szentesítette, ebből már nem lehet visszafordulni, ugye? Amíg a járvány tart. Ezt a törvényt hamarosan kihirdetik, vagy éppen az órákban fogják kihirdetni, tehát ez a törvény azonnal hatályba lép, és a köztársasági elnök úr is aláírásával ellátta, tehát minden feltétel adott, hogy ez a törvény hatályba lépjen, mint ahogy ma hatályba is fog lépni, és ennek megfelelően a kormány megfelelő jogosítványokkal tud ezzel a szörnyű kórral szemben fellépni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy kormánynak meg kell lenni annak a döntési és intézkedési lehetőségének, szabadságának, amit ez a veszélyhelyzet indokol. Most ezt a felhatalmazást, ezt a lehetőséget, ezt a jogosultságot kapta most meg a kormány. Felhatalmazást tehát megkapta a kormány. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit fogunk mi ebből érezni? Ugye az előbb említettem azt, hogy bármely jogszabálytól, törvénytől eltérhet és intézkedéseket tehet a kormány,
az alatt az időszak alatt, amíg ez a veszélyhelyzet fennáll. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kormány határozatokat, illetve rendeleteket hoz, és a rendeletek, amelyek jogszabályoknak minősülnek szintén a jogalkotásunk rendjének megfelelően, ezek a jogszabályok fogják az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ügyeket úgymond rendezni. Például miniszterelnök úr ma be is jelentette a parlamentben, hogy az első olyan törvény, amihez majd hozzá fog nyúlni a kormány, az épp a költségvetést szabályozó törvény, a költségvetési törvény. Hisz alapvetően ez a veszélyhelyzet olyan szituációt eredményezett, egy olyan helyzet elé állított az egész országot, hogy a 2020-ra korábban elfogadott költségvetés nyilván nem tartható, sőt, a gazdaság fejlesztése, élénkítése, a gazdaság beindítása érdekében ezt a költségvetést alapvetően át kell szabni. Ez egy törvény, ez egy törvényben foglalt jogszabályi rendszer és jogszabályok sorozata, tehát ezt a kormány egészen biztosan módosítani fogja. Ezt fogják elsőjel látni majd az emberek, ezt fogják látni, hogy a költségvetési törvényt a kormány módosítja, illetve helyette majd más típusú szabályokat fog megalkotni, de egyéb szabályokat is fog majd hozni adott esetben, hogyha a vírus helyzet úgy indokolja, akár a közegészségügy, akár a rendvédelem, akár az emberek mindennapjait meghatároz, akár a munkatörvénykönyv és a többi vonatkozásában hozhat a kormány olyan intézkedéseket, amelyek egyébként törvények szabályoznak. Az előbb, amikor mondta, hogy a gazdaságot, a költségvetés egészének átszabását befolyásolja ugye a törvény, a gazdaság élénkítő kifejezést használta. Ez elszólás volt? Igazából nem elszólás, azt biztosan tudjuk, hogy ez a vírus helyzet, ez alapvetően egy nagyot ütött a gazdaság szereplői. Tehát látjuk azt, hogy milyen veszteségeket okozott, vagy okoz folyamatosan, és azért, hogy munkahelyeket megőrizzen a kormány. A munkahelyek, és ne vesztenek el munkahelyek, ez egy nagyon fontos cél. A miniszterelnök úr azt is bejelentette, hogy 2010 óta, amióta a polgári kormányzás van, mi nem a segély alapú gazdaságban hittünk és hiszünk, hanem a munka alapú gazdaságban. És most is ez a legfontosabb cél, hogy megmaradjanak a munkahelyek. Azért használtam a gazdaság élénkítését, mert egészen biztosan most egyfajta visszaesésnek az időszakát érjük el, és azt, hogy ez a gazdaság újrainduljon, nagy erőkkel induljon be, megmaradjanak a munkahelyek, megmaradjanak azok a cégek, tehát nem menjenek történetesen csődbe, egyáltalán meglegyenek a munkahelyek. Ez azt jelenti, hogy ebbe jelentős intézkedéseket kell tenni, és gyakorlatilag újra kell építeni a 2020-as évre vonatkozó költségvetést. Nagyon sokat tett már eddig is a kormány, és meghozta azokat a lépéseket, döntéseket, amelyek a kisvállalkozásoknak, a szórakoztatóiparban, a turizmusban dolgozóknak, a szolgáltatásokban dolgozóknak segítséget nyújtanak. Mennyire veszik figyelembe a szomszédos országoknak a tapasztalatait, akár gazdasági szempontból, az ottani lépések szempontjából, akár az egészségügyi tapasztalatokat, hiszen most elsődleges ugye az egészségügyi tapasztalat, a másik az, hogy életben maradjunk és fizetést kapjunk, vagy legyen miből élni, hiszen olaszoknál már azt látjuk, hogy annyi a halott, hogy egy fegyveres konfliktusnál nincsen annyi halott, mint amennyi egy nap alatt ott tapasztalható volt, illetve látjuk azokat a képeket, bár nem tudjuk, hogy mi alapján szelektálnak, de volt olyan, hogy az emberek kimentek az utcára és koldultak, mert már fölérték a tartalékaikat. Hát ha megengedi főszerkesztőasszony, azzal azért vitatkoznék, hogy a környező országok többet tennének. Én most a szóbeszédről beszélek, igen. Ezt vitatom. A polgári kormányzat, most kicsit elvonatkoztatunk a szörnyű vírus járványtól, 2010 óta folyamatosan építette fel a gazdaságot. Akkor 2010-ben még meg is mosolyogtak bennünket, amikor azt mondtuk, hogy a tervünk az, hogy 1 millió új munkahelyet teremtsünk. Majd hogy megmosolyogtak, kinevettek bennünket, komolytalannak mondtak bennünket, és akkor mégiscsak meg tudtuk ezt valósítani. 10 év kemény munkája, és ez az embereknek köszönhető alapvetően. De visszatérve, tehát a kormányzat ugye 4 fő olyan területet határozott meg, ahol lehet csoportosítani a feladatokat. Ilyen az egészségügyi helyzet, ez a legfontosabb nyilván az egészségvédelme. Nem mondanék meg alá-fölé rendeltséget, vagy sorozatot, vagy nem határoznák meg egyfajta sorrendet, de például ugye itt van a rendvédelem, itt van a gazdaság,
itt van a belső, úgymond a gazdaság, amiről most az előbb beszéltünk, tehát a gazdaság területe. Tehát összesen ez a négy terület, egészség, rendvédelem, határvédelem, katonaság ügye, illetve a gazdaság, ez a négy terület, amelyen alapvető változásokra, illetve alapvető szabályokra van szükség ahhoz, hogy az emberek egészsége, az egészségét meg tudjuk őrizni, tehát szigorú szabályokat kellett felállítanunk, és lehet, hogy további szigorú szabályokat kell majd bevezetnünk. Ilyen a rendvédelem terén hozott intézkedések, amit most úgy hívunk, hogy kijárási korlátozás, ugyanúgy szigorú szabályok a határvédelem és a határon történő közlekedés szempontjából is szigorú szabályokat hoztuk, és amit szeretnék itt elmondani, hogy miniszterelnök úr a mai parlamenti beszédében azért azt bejelentette, hogy a gazdaságvédelem körében a legközelebbi múltunk, vagy Magyarország történetének egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb gazdaság átalakító tervét fogja bejelenteni április elején. Az véletlenül április 5-én, 6-án vagy 7-én fog megtörténni, hogyha a kormány elfogadja ezt az akciótervet. Tehát azt jelenti, hogy minden területre koncentrál a kormányzat. És azt gondolom, hogy mindazok az intézkedések, amelyeket a munkahelyek megőrzése érdekében tett már eddig is a kormány, azok kiemelkedőek, nem ugye a szomszédországokhoz képest, hanem az egész világhoz képest. Hogyha az Egyesült Államokban mondok egy példát, valakinek adnak valamilyen segélyt, vagy egy hónapnyi fizetést, vagy valamilyen konkrét meghatározott összeget, az mondjuk egy hónapig segítség. És utána mi történik? Mi viszont arra koncentrálunk, hogy az a munkahely, ahol valaki dolgozott, az megmaradjon, ne menjen csődbe, tudjon fizetést adni a munkavállalónak, és újra ott legyen az a piacon, amikor a gazdaság újra remélhetőleg be fog indulni, újra fognak kinyitni a boltok, stb. Addig megmaradjon az az üzlet, megmaradjon az a munkahely. Hogyha az elveszik, akkor bizony az a segély is elveszik, vagy az a segély sajnos az nem fog kellőképpen hatékonyan működni. Négy területet említett az előbb, kezdjük az egészség. A parlamentben azt láttuk ma, hogy sokkal több ellenzéki képviselőn volt maszk és védekezett, ettől függetlenül az ellenzék nem szavazta meg a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. Viszonylag kevés kapcsolódásom van, tehát én csak azt tudom mondani, hogy a háttérben is nagyon hasonlóan viselkednek. Vannak olyan ellenzéki képviselők, akik hivatkoznak, vagy hát ilyen háttér, keveset beszélgetünk, de inkább úgy fogalmaznék, hogy folyosói pletykában azt mondják, hogy alapvetően egyetértenek azzal, amit a kormányzat csinál, sőt a felszólalásokban is rendre ezt lehetett látni, hogy alapvetően egyetértenek azzal, amit a kormányzat csinál. És tulajdonképpen meg is köszönték mindazt, amit tett a külügyminisztérium, amit tett a miniszterelnök úr, stb. Ugyanakkor a törvény tényleges elfogadásakor ugye nemmel szavaztak. És ugye azt szoktam mondani, hogy a tett minden szót megelőz. Márpedig itt arról van szó, hogy a kormányzat hatékony cselekvési lehetőséget kapjon az új jogszabály által, na ezt nem szavazta meg az ellenzék. Tehát az egyik oldalról mond néhány elismerő szót, persze mindig hozzátesz valami kritikát, jó, tudjuk, hogy nem feladata egyetlen demokráciában sem, hogy az ellenzék szeresse a kormányt, nem is kérünk ilyet, soha senkitől. Na de azt a teljesítményt, amelyet a kormányzat letett az asztalra, a legkorábban mi reagáltunk az első megbetegedést, illetve az első megbetegedés követően a rendezvények betiltásáról, a határok lezárásáról, és sorolhatnám, tehát leghamarabb, leggyorsabban intézkedett, ez egyszerű tényekkel igazolható, mégis mindig hozzátesz valamit az ellenzék, hogy neki ez se jó, vagy az sem jó, majd utána pedig, amikor a konkrét cselekvésről van szó, hogy a kormányzat megkapja ezzel a veszélyhelyzettel szembeni küzdelemhez jogi eszközöket, na akkor nemet mondanak. Nagyon álságos az ellenzéknek ez a magatartása, és nem akarok feltétlenül itt politikai szólamokat mondani, de valójában a magyar emberek nem számíthatnak az ellenzékre. Ha Magyarország és a külföld adatait összevetjük, akkor az ember elgondolkodik, hiszen azt látjuk, hogy Magyarország nagyon jó helyen helyezkedik el a védekezésben. 303 regisztrált beteg volt pont akkor, amikor a pápának az áldása volt a televízióban látható, és alatta ment a felírás. 49 ezer német beteget regisztráltak az alatt az idő alatt, 30 ezeret Iránba. Nálunk akkor 303 volt, ez nap mint nap emelkedik teljesen természetesen, de az elhalálozások száma is nagyon alacsony Magyarországon, tehát azt hiszem, hogy talán két vagy három ország az, amelyik ilyen jól védekezett. A magyar egészségügy nagyon jól felkészült ennek a vírusnak, ennek a pandémiának a kezelésére, és
tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy annak az oka, hogy Magyarországon ilyen kevés betegszám van, illetve minden ember élete felbecsülhetetlen érték, de most ugye, most amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, akkor 13 honfitársunk halt meg, és az átlag életkorig azt hiszem 70 év, 72 év volt, tehát alapvetően az idősebb és többnyire más betegséggel is küszködő honfitársaink hunytak el. Sajnos Isten nyugasztalja őket, innen is azt kell, hogy mondjuk. Azt szeretném ugyanakkor kifejezni, hogy az az intézkedés, a kormánynak az az intézkedés, hogy a legkorábban azonnal lépett, amikor ez a betegség, ez a vírus fölütötte a fejét, és azonnal a kormányzat az első között, vagy az első intézkedéseivel a rendezvények megtartását korlátozta, gyakorlatilag az üzleteknek a nyitvatartását korlátozta, minden olyan helyet, ahol az emberek érintkezhetnek, és a betegséget elkapják, ezeket a helyzeteket a legminimálisabbra szorította. Tehát ezzel az intézkedéssel elérte azt a kormányzat, hogy a fertőzés lassan, lényegesen lassabban terjed, és ez még sajnos terjedni fog, de elérte azt, hogy ez a bizonyos görbe az nagyon lassan emelkedjen, és az ellátórendszer, az egészségügyi ellátórendszer ezt tudja fogadni, ezt a betegszámot tudja kezelni. Ugye Olaszországban, Spanyolországban vagy Franciaországban például az történik, hogy nem hoztak kellő időben korlátozva intézkedéseket, engedték, hogy az emberek úgymond korlátozás nélkül átadják egymásnak ezt a vírust, úgyis, hogy nem is tudnak róla, mert nem is érzik a betegséget, nem fekszenek otthon, vírushordozók, miközben folyamatosan másokat is megbetegítenek. Szóval úgy esett rá ez az óriási betegszám és betegeknek a tömeg az ellátó rendszer, hogy egyszerűen nem tudták ellátni az embereket. Magyarán azért halnak meg sokan ezekben az országokban, mert az ellátó rendszer nem bírja. Úgy halnak meg emberek, hogy nem kapnak megfelelő kezelést, vagy nem jut hozzájuk el lélegeztetőgép. Tehát az első intézkedés, amit a magyar kormányzat tett, a betegség vagy a vírus átadásának a lehetőségét csökkentettük. Ennél jobb módszer nincsen, miután gyógyszer nincsen, jobb módszer nincs, és ez az oka annak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerünk nem, hogy nem túlterhelt, hanem bőven van tartalék, és mindenkinek azonnal jut segítség. Ez egy óriási képesség a magyar egészségügynek, hogyha összehasonlítjuk például nyilván, sokat bírálnak bennünket az ellenzéki oldalról, hogy milyen a magyar egészségügy. Tudjuk, hogy sok mindenre kell fejleszteni. De azért, hogyha megnézik, hogy Svájcban több mint 4-szer ennyi ember halt meg, mint Magyarországon. Abban a Svájcban, akire mindenki csak szuperlatívuszokban tud beszélni, ehhez képest a magyar egészségügy messze jobban teljesít, mint a svájci. És az alatt a lassító folyamat alatt be lehet szerezni azokat az eszközöket is, amiről egyébként az egész világban beszélnek, hogy hiánycikkek, hiszen elő kell tudni állítani a maszkokat és minden egyebet, és itt tényleg lehetett látni, hogy a megváltozott munkaképességűek is beleszálltak ebbe, és hát saját magunk is tudjuk, mert például az én testvérem is otthon varja ezeket a maszkokat a mi számunkra, mert volt olyan, amit nem lehetett, de ugye tudjuk azt, hogy ebben is a maszk hordásában is két trend van, ugye általában az embereknek, akik egészségesek, csak megelőző preventív jelleggel, azért érdemes fölvenni, hogy nehogy ráprüszköljön valaki, vagy ráköhögjön valaki olyan, aki esetleg fertőzött. Mennyire fegyelmezettek az emberek a kiállási korlátozással kapcsolatban? Hát az én tapasztalatom, az én magam is egyébként a saját otthonomba tartózkodok gyakorlatilag, csak amikor nagyon muszájlás, parlament, bizottságülés, akkor hagyom el az otthonomat. Tehát alapvetően az emberek, hála Istennek, fegyelmezettek. Alapvetően. Nem mindenki, és nem következetesen. Sokan nem tartanak be bizonyos szabályokat. A rendőrség eljárásokat is kezdeményezett már ilyen jogsértő személyekkel szemben, akik nem érzik át a felelősségüket. Ők maguk is betegek lehetnek, másokat is megbetegíthetnek. Tehát vannak sajnos így szabályt nem követő, vagy szabályszegő magyar állampolgárok, de azt kell, hogy mondjam, hogy más európai országokhoz hasonlítva a magyar emberek felismerték ennek a betegségnek a szörnyű tulajdonságát, és valóban otthon maradnak, valóban követik a szabályokat. Nyilván olyan ideális helyzet nincsen, még sose volt a történelem, hogy mindenki minden szabályt betartson. Vannak bizonyos helyek, aztán a Balaton környékét említették, ahol az emberek
most kihasználták a lehetőséget, és ugyanúgy leventek bizonyos üdülőhelyekre, és ott jobban lehet őket látni. De ezzel együtt azt gondolom, az én személyes véleményem, és ezt erősítették meg mások is, akik ezzel foglalkoznak hivatásszerűen, hogy alapvetően a magyar emberek betartják ezt a szabályt. Hála Istennek, ezért aztán ez a betegségnek az emelkedése sokkal lassabb ívű, lassabb az a bizonyos görbe, amelyik az egészségügyi rendszert meg tudja terhelni. Majd el fog érni valamikor a csúcsára, és az a cél, hogy ez a csúcs messze az alatt legyen, mint az egészségügynek a képessége, az ellátórendszernek és a kapacitás képessége. Bár ez nem teljesen jogi kérdés, de azt lehet látni, hogy milyen fontosak a keleti nyitásnak az eredményei. Azért fontos, mert korábban azért is bíráltak bennünket, hogy a keleti nyitásnak milyen értelme van, milyen célkitűzése vannak. Hát azt most látjuk, hogy ezek az orvosi segédeszközök, mindazok, amelyek a gyógyításhoz szükségesek, maszkok, védőruházat és sorolhatnám, ezek most mind Kínából, illetve keletről érkeznek, és ott vannak gyártási kapacitások. És a kormányzatnak gyorsaságát mutatja az is, hogy gyakorlatilag az elsők között kereste meg azokat a gyárakat, partnereket, akik le tudják szállítani ezeket a segédeszközöket, úgyhogy hetente tonna számra érkeznek a repülőgépeken a különböző eszközök, miniszterelnök úr ma is bejelentette ezeknek az érkezését, illetve volt róla szó a parlamentben. Tehát azt gondolom, hogy a keleti nyitás és a keleti országokkal, különösképpen a Kínával való jó kapcsolatunk, annak most az áldásos hatását azt hiszem mindenki élvezheti, vagy mindenki, inkább fogalmazzuk, hagyjuk, mert az élvezés az olyan jó kifejezés a betegségben. Tehát a keleti kapcsolatnak az előnyös hatásait azt mondom, mindenki láthatja, és ez közvetlen segítséggel bír, közvetlen segítséget jelent az egészségügyben dolgozóknak, de minden ember számára, hisz van maszk, hisz van védőruházat, van védőfelszerelés, vannak alapanyagok, és ezért ez nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy az összefogás jelenti a magyar emberek számára az is, hogy magyar cégek állítottak át a termelésüket, például kézmosó folyadékoknak védő, ilyen mosó vagy kézfertőtlenítőknek a beszerzésére, illetve a gyártására, a MOL-nak volt egy ilyen nagyszerű kezdeményezése. Tehát rögtön lehet látni, hogy ebben a bajban milyen sokan állnak a jó ügy mellé. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos jelenség is. Tehát hála Istennek a magyar nép összefogott, és együtt túl fogjuk vészelni ezt a bajt is. Ebben a beszélgetésben nincsen helye a úgynevezett vicces kérdéseknek, de mi van akkor, hogyha például egy házaspár kimegy vásárolni, mondjuk az egyikük 65 éves, elmúlt a másik csak 62, mikor menjenek, ha együtt akarnak menni? Nyilvánvalóan ezt a helyzetet, amikor 65 év alatti felettéget meghatározta a kormányzat, akkor ez egy alap és egy fő szabály. Én nem hiszem, hogy abból jogi problémája lenne a házaspárnak, hogy az egyikük fölötte vagy alatt volna 65 évnek, hiszen a 65 évesnek van egy segítője, másik házastárs. Nem akarok itt jogi tanácsot adni, de ebből nem hiszem, hogy bárkinek bármilyen jogi konfliktusa lenne, vagy ezért őt szabályszegés vagy szabályszegőnek minősíteni a hatóság. Tehát én azt mondom, hogy nyugodtan menjen el. Vannak nagyobb életkori különbségek is egyébként házas felek között. Az egyik a másiknak a segítője, a támogatója, minden további nélkül szerintem elmehet az üzletbe együtt egy család vásárolni. Ettől függetlenül, aki el tud menni, az egyedül menjen el természetesen vásárolni, mert akkor is a fertőzés veszélye sokkal kisebb lesz. Hát egész pontosan legyek, tehát ha egy valaki megy el vásárolni, akkor ő egymaga van jelen, sokkal jobban tudja tartani a távolságot. Másrésztől fele annyi az esélye, hisz a családból egy valaki, bocsánat, hogyha megfertőződne, egy valaki fertőződik meg, és nem kettő rögtön egyből. De hát még egyszer mondom, akarok, és nem is vagyok orvos, hogy ilyen tanácsot adjak, hisz nem lehet pontosan még mindig tudni ennek a vírusnak a terjedésének a pontos metodikáját. Azt tudjuk, hogy bizonyos milyen módokon terjed. De nem lehet más módokat sem kizárni, tehát azt mondom, hogyha valaki egymaga megy el vásárolni, akkor tulajdonképpen a fertőzés veszélyét csökkenti, és ezáltal tulajdonképpen segíti a vírussal szembeni küzdelmet. Még két olyan kérdést szeretnék föltenni, amit az elmúlt héten említettünk. Az egyik az, hogy most sorra kapjuk meg, és többen is fordultak hozzánk a bankoktól az értesítést, hogy nem kell fizetni, illetve választani lehet, hogy fizeti-e ugyanúgy tovább a hitelét valaki, nem fizeti sem a kamatot, sem az alapot, a tőkét, vagy pedig csak a kamatot fizeti. És itt a kérdésem akkor a következő, hogyha valaki azt választja, hogy az alapot és a kamatot, vagy a tőkét és a kamatot is odébb fogja tolni, a kamat
Növekedni fog-e? Mert ez félreérthető volt ez a kérdés. Kamat emelésre, tehát tételes kamat emelésére nincsen lehetősége most a bankoknak és pénzintézeteknek. Ugyanakkor, hogy ezt az előbb is főszerkesztő asszony elmondta, az nem kötelező, hogy valaki ne fizessen. Tehát ha akarja, és valaki tudja, képes fizetni a tőke, illetve a kamat fizetési kötelezettségét, tehát tudja teljesíteni, akkor az nyugodtan teljesítheti, mert megvan az állása, megvan a képessége, stb. Tehát ez nem kötelező, hogy valaki ne fizessen. De törvényben lehet szabályozni ezt, hogy ezek a kamatok ne emelkedjenek? Ezt a kormány kimondta, tehát ezek nem fognak emelkedni. Az egy másik dolog, hogy egyébként ez egyfajta fizetési haladék most év végéig. Tehát a kormányzat folyamatosan figyelni fogja a munkahelyek alakulását, a gazdaság teljesítményét, a vírus helyzetnek az alakulását a következő időszakban, és ennek függvényében fogja majd meghatározni a következő intézkedéseit. Most a legfontosabb az, hogy a kamat, tehát egyáltalán hitelt szerződések törlesztése, vagy annak a hiánya senkit ne, hogy is mondjuk, juttasson nehéz élethelyzetbe, tehát az első legfontosabb, hogyha nem is tudja fizetni a hitelt, nem tudja fizetni a kamatokat, akkor is a jövedelmét a saját megélhetésére tudja folytatni. Ugye ne felejtsük el, hogy azért most már elég sokan elveszítették közül a munkájukat, mert megszűnt a munka lehetőség, vagy átmenetileg nem tud a vendéglátásban dolgozni, vagy nem tud fodrászüzletben dolgozni, vagy másutt, ahol a munkahelyekről van szó, tehát már a munkahelyek már így is úgymond szűntek meg, és nagyon nem mindegy egy család számára, hogy az a jövedelme, az a tartaléka van, az a túlélés, úgymond ennek a nehéz időszaknak a megélését, átvészelését szolgálja, vagy éppen ki kell fizetni egy tőketartozást, vagy kamattartozást. Úgyhogy ez egy nagy segítség szerintem a családok számára. Egy másik pont a nehéz helyzetbe levő családokat érinti. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy új végrehajtások nem indíthatóak. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy a folyamatban levő végrehajtások szüneteltetésre kerülnek-e, hogy az inkasszók, amik rá vannak téve a bankszámlákra, és esetleg valakinek utalnak, akkor inkasszálhatnak-e vagy sem? Ebben a helyzetben minden végrehajtási eljárás megáll, jogi nyelven szünetel, tehát innentől kezdve végrehajtási cselekményt nem lehet végrehajtani. Végrehajtási cselekmény a foglalás, végrehajtási cselekmény az inkasszó is, végrehajtási cselekmény a munkabérből való letiltás is. Uh-huh. Most ezeket sem a végrehajtó sem, tehát a végrehajtó állítja ki a tiltó, vagy a letiltást kimondó végrehajtási lapot, tehát a végrehajtási lapot a bíróság állítja ki, de a végrehajtást ugye maga a végrehajtó foganatosítja. Tehát azt jelenti, hogy a végrehajtó nem tehet végrehajtási cselekvényt, nem tilthatja le a fizetést, vagy ha már ilyen korábban indult, az fel kell, hogy függessze, ha szeretne, vagy kitűzött már egy árverést, vagy egy ingatlan kiürítést, azt sem folytathatja le. Tehát most úgymond a végrehajtási cselekmények, mintha befagytak volna, érkezett filmekbe látni, egyszer csak megáll ez a pillanat, és ebben a pillanatban fog ez maradni egészen évvégéig, és meglátjuk, hogy a kormány ezeknek a súlyát is értékelve milyen további döntéseket hoz, vagy hozzá olyan döntést, ami a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Bajkai István országgyűlési képviselő, a Törvényalkotási Bizottság első alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást.